Jövünk felfele, majd megnézem, hogy van-e magyar neve. Pestera Louis Ionele, vagy hogy hívják, itt egy kis fahídon jövünk át. Ott a másik oldalt az út. Hát itt, ahogy jöttünk ezen az úton, biztos láttátok, ugye, egy-két helyen az út alatt folyt a patak, mert olyan szűk volt a szurdok. Na, megnézzük, ez a Pestera Louis Ionele, tehát az a Ionel valami emberről van elnevezve. A Pestera az a barlang. Ez a kis patak, ez csodálatos, ami itt folyik mellettünk. Ez a fa itt meg teli mohával, ez meg különösen szép. Hát ilyen szomorkás időben ez pont jó. Ezen az úton, ahol jöttünk, hát még a Aranyosfői jégbarlangig talán el lehetne menni nagy busszal. Már aki bevállalja a 15-17 fokos emelkedőt, de ezen nem. Te gyönyörű körutat tettünk most meg, teszünk most meg. Na majd a barlangnál. Na, jövünk befele ebbe a barlangba. Hát itt Sárikának is kellett fizetni belépőt. 10 lej egy főnek, hát ez, én nem tudom megítélni, olyan van, vagy 35-40 méter magas ez a csarnok. Szép. Hát itt meg, ahogy nézem, itt valami, itt patak szokott folyni. Hát itt nem sok mindent lehet látni. Na, talán ott fénynél. De nagyon jó. Tessék? Jó. Nagyon jó, ki van építve. Azt nézem, ott a bejárat, látjátok. Aha. 10 méter lățimea minimă, 7 méter lățimea medie. Na. Galeria a fost cândva resurgența râului subteran, deci apa care acum izvorăște la intrarea în peșteră, a privat de prin interior, fapt care a modelat. Ok. Dar nu se mai produce câteodată primăvara, când debitele cresc foarte mult, în timpul copilii de pezii deasupra. Hát mondja nekem ez az emberke, csak hát én nem beszélek jó románul. În interiorul peșterii nu s-au format stalagmite, cele formații care pornesc de la bază, hát nem sok mindent lehet látni. Felvétel, itt ahol ugye van egy kis fény. Maga a barlang nem igazán hosszú, 130 métert lehet látogatni. De jó meg van csinálva, jó ki van építve. Aha. Ott fölül úgy világítja nekünk, ha vannak az éj cseppkövek. Ilyen mészkő. Hát ez a dolga. Na, ezért fizettünk ki 11 néhány lejt, de hogy 11, 27-et. Aha. Arra lefele lehet. Na, ez viszont szép látvány. Ott van egy kis tó. Când se topește zăpada de deasupra pe platou, apa nu mai încape pe algea actuală, începe să iasă și de jos. Dacă e zăpadă groasă, toată cavitatea se umple cu apă, când ajunge la acest nivel. Ott lehet látni, hogy megvilágítja, ugye, hogy addig szokott lenni ugye a víz magassága, ugye, ahogy megárad, és akkor ugye, és akkor úgy tenni, hogy keresztül folyik a lábunk alatt, és akkor folyik ki ott a bejáratnál.
E așa, așa, domnul? Se întâmplă, deci rezervația este în spatele acestui perete de stâncă. E o galerie nu mai mare ca și aceasta, dar are aproape 100 de metri în urcare. Intrarea, situată după capătul scării, a fost blocată. Să nu mai pătrundă zgomotul, lumina, vizitatorii. Bírom ezeket, ugye mondják, deci, mondjuk ez a dolga, de aztán de most szerintem azt gondolja, hogy értek is belőle. Az erdélyi túrák magazinjait sajnos már újságárusoknál nem lehet megvásárolni. A kiadott 10 lapszámból 9 lapszám még elérhető, amit a honlapon keresztül lehet megrendelni. Gyönyörű volt az előbb a gyönyörű volt előbb az a kis krókuszmezőcske. Csináltunk pár fotót is. Hát itt meg milyen oszlopokra építették ezt a házat. Messzebb is. Hát szép a táj. Téli a táj, vagyis kora, nagyon kora tavaszi. Azért virágokat lehet látni, de ez még nem tavasz. No, ott lehet látni háttérben egy igazi zsubfedeles móc pajtát. Meg valaki tüzeskedett. Ott háttérben is ez a pajta mögött ott egy ház lakatlan, ahogy kinézem. Azért van itt is egy-két új ház is. De micsoda kis tanyaközpont, vagy nem is tudom én minek nevezzem. Nézd oda, ott fent is, hogy még laknak, Dóri. Láttam egy fehér krókuszt is. Nos, itt az hó nemrég olvadt el, ugye itt ezen a részen itt még csak most fognak kibújni a krókuszok. Lehet is látni egy jó nagy hófoltot, itt egy esztena. Itt lakik egy bácsi ebbe a házba, most láttam. Az előbb kérdezte, hogy miért jöttünk. Hát mondom, egy-két fotót csinálunk a krókuszokról. És ezt nézzétek meg. Hát ez a domboldal, ez itt lila.
Hát itt több a fű, mint a krókusz, hogy hány milliárd krókusz lehet itt. Micsoda? Azt mondtad, hogy több a fű, mint a krókusz. Jó, akkor több a krókusz, mint a fű. Nézzétek meg. Ezt a neki. Hát ez gyönyörű. Sárka, gyere, szaladj be a krókusz mező közepére. Szaladj egy kört. Hát oda valamerre szaladjál be. Na, nézzétek a... Sárika az nem tud lépni sehova. Nem tud lépni úgy, hogy krókusznara rá ne lépjem. Érdekes, hogy ez a körbekerített rész, ez mennyire teli van krókusszal, de így ráközelítek fölülről. Hát itt már azért kezd elvirágzani ugye a nagyja. És itt már rengeteg elvirágzott, de attól függetlenül ezt nézzétek meg tényleg. Ez gyönyörű. Ez nagyon szép. Na, ez is itt már elvirágzik. Hát azért lehet látni, és milyen lehetett ez egy-két nappal ezelőtt. Nagyon szép. Nézd oda, egy hifa. Ha ön is szereti Erdélyt, és értékeli az erdélyi túrák Dóri és Péter munkásságát, akkor ön is támogathatja egy liter tej, vagy egy liter üzemanyag árával a munkájukat. Kattintson a YouTube csatorna felületén a csatlakozás gombra, és ott kiválaszthatja azt az összeget, amivel hozzájárul ahhoz, hogy még szebb filmeket készítsen Dóri és Péter. Az erdélyi túrák. Köszönjük!